kertbarátság az nem csak a földművelésről szól, ugye? Nem kimondottan csak a földművelésről szól, hanem ez egy közösség, ahol egymás barátai vagyunk és kapcsolatot ápolunk egymással. Ahol igazából bele tartoznak a úgymond a kertbarát tagoknak a családja is. Kibővítve nem csak a helyi kertbarátkörökre, hanem a megyében az összes kertbarátkörre nagyon jó kapcsolatokat építünk. Elindni a kertbarátkör tagjai. A múlt évben voltunk Miskolc mellett, nem tudom a falunak a nevét, New Wolcon az ottani rendezvényen, mármint Pálinka versenyben rendezvényen, és nagyon sok eredményt értünk el. Azt kérdezték az ottaniak, hogy kik ezek a józsaiak. Na hát a józsaiak azok olyan emberek, akik szeretik a kertet, szeretik a gyümölcsöt, szeretik azt, hogy megmérettessék magukat egy-egy ilyen verseny alkalmával, és bizony aranyérmeket, kiemelt diplomákat kapunk, hogy így mondom, egy-egy kert művelésére, illetve egy-egy akár bor, akár pálinka versenyen is. A legutóbb is a pálinka versenyünkön, amit mi szoktunk megyei pálinka versenyként rendezni, a józsai kertbarátkör, ott is a józsai kertbarátkör tagjai rendkívül eredményesen végeztek. Szám szerint nem tudom, de rendkívül eredményesen végeztek. Az az igazság, hogy nem csak szeretni kell, nem csak a kertet kell szeretni, egymást is kell tisztelni és szeretni. Ez a lényeg és ez a fontos ebben a kérdésben. És alapvetően az, hogy 20 évig egy egyesület sok válságon keresztül menve megmaradt, az nagyon nagy eredmény. Hogy segítik egymást, vagy esetleg a most Józsára költözőket a kertészetben, a kertápolásban? Úgy történik, hogy ugye a kertbarát kör egyik a másik kertjébe látogatásokat tesz. És akkor ott tapasztalatokat cserél, milyen a termés, hogy csinálod, mint csinálod. Gondolom, hogy a kertbarátkörnek nem minden tagja agrárszakember. Civilben mivel foglalkoznak? A legkülönbözőbb összetételű a kertbarátkör. Van itt agrármérnök is, agrárszakember, kereskedő, villamosmérnök, aztán egyszerű munkásember, aztán nagyrészt nyugdíjas, sajnos nagyrészt nyugdíjasok vagyunk. Ezekben én vagyok a legfiatalabb tagja a kertbarátkörnek, 80 évesen, úgyhogy az ifjúság nem nagyon foglalkozik ezzel a kérdéssel, vagy legalábbis nem nagyon szeret foglalkozni ezzel a kérdéssel. Nálunk mindenki a kertjében minden talpalatnyi helyet, amit meg lehet művelni, az megművel. Tehát nálunk szép, nagyon szép, szeretjük mi is azt a tujákat, a füveket, stb. De szerintem, hogyha olyan értéket teremtünk, mint gyümölcs, szőlő, aztán paprika, paradicsom, amiből tudunk hasznot hozni, tehát a családnak, a közösségünknek, és amit megtermelünk, szerintünk ez az értéke a kertbarátkörnek, és mindenki ugyanezt a tevékenységet folytatja, tehát kertészkedik, szőlő, gyümölcsfát, apró növényeket, tehát mindenféle szamócát, amit meg lehet termelni, különleges dolgokat is. Ne tegyd annyira, Kelly. Fogjad, mert nem. Ne csak én bukjak, egészséget el is. Mi az a sok apró benne? Nyúlhere? Legyen benne here is. Beletesszük, mindent beletettünk, ami szívnek, szemnek, szájnak ingere, kedve, mindent belerakunk. Szívünket, lelkünket, beletesszük. Kertbarát körnek lesz a menüje. Szakma mellett természetesen megkóstoljuk egymás pálinkáját és egymás borát is. Jókedvel is természetesen vannak, jókednek is helye. Egy-egy magyar nótát is elmondunk. Így működik a kertbarát körünk.